hogy ha mindent meg tudnánk venni, amit meg akarunk, vagy amit hirdetnek, akkor sem lennénk boldogok. A lélek nem lenne elégedett. Van egy magasabb rendű boldogság. És hogy megértsük ezt a boldogságot, vagy aztán meg tudjuk tapasztalni, meg kell értenünk azt, hogy kik vagyunk mi. Ez a második aranyszínű kapszulánk, ez a második szabályunk. Értsük meg, hogy kik vagyunk, értsük meg a lelket. A Bhagavad Gita tanítása, hogy mi mindannyian örökké való, transzcendentális lények vagyunk, és ennek a bizonyítéka a tudat. Az a képességünk, hogy tapasztalni tudunk. Ez különbözteti meg az élő dolgokat az élettelentől. Az élettelen tárgyaknak nincs tudatuk. Bármit csinálhatok ezzel a flakonnal, nem fog megsértődni, akármekkorát ütök rá. Ha én rám ütnek egy nagyot, annak következményei lesznek. Ugye? Lehet, hogy nem tudok visszaütni, mert nem vagyok olyan erős, de megsértődök, és az biztos, hogy vissza fogok dumálni. Ugye a palack nem dumál vissza. Az élők és az élettelenek közötti különbséget végső soron a tudat tényezője okozza. Mi érezzük, látjuk, tapasztaljuk, ami történik velünk, akaratunk van, érzelmeink vannak, ez a tudatnak a működése. És ez a tudat, ez egy csodálatos és megfejtetlen dolog, hogy ez honnan származik, honnan van. Ugye, a testünknek a 70%-a víz, és ebben a palackban most 70%-ig víz van. Ugye, én is idáig víz vagyok. Most már idáig. A testünk anyagi. Mi van még a testben? Szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, ugye a szerves vegyületeknek ez a fő összetevői, aztán kisebb mennyiségben vannak más elemek is, de mindegyik anyagi. És mindegyik tudattalan. Nincs tudata. Honnan jön a tudat? A tudomány ezt képtelen megmagyarázni. Nem tudom, hogy tudják-e, de a tudomány legnagyobb rejtélye a tudat jelensége. Honnan van a tudat az élőkben? Hogy lehet az anyag tudatos, mikor minden anyagi elem, a periódusos rendszer, minden egyes eleme tudattalan? A védikus irodalom azt mondja, hogy az anyagból soha nem fakad tudat. A tudat az önvalóból, a lélekből származik, és a lélek úgy ragyogja be a testet, mint ahogy a nap ragyogja be az univerzumot a sugaraival.